Milyen művészeti ágra írassuk be a gyermekeinket az iskolában? Biztosan sokszor megfogalmazódik a kedves szülők fejében a gondolat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Erről beszélgetünk most a mai este folyamán. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban jelenlévő képviselőket, a művészeti iskola vezetőit, Bistei Attilát, illetve Márton Attila néptáncoktatóját a művészeti iskolának. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk a mai este folyamán. Én azon gondolkoztam, amikor ezt a beszélgetést leegyeztettük egymás között, hogy atyavilág már megint eltelt egy esztendő, megint itt vannak a beiratkozásnak a különböző dátumai és időszakai. Mit lehet elmondani, mi a helyzet most a művészeti iskola körül? Én az első kérdésedre koncentráltam, ami arról szólt, hogy milyen tanszakra vagy milyen művészeti ágra irassuk be gyermekeinket, akkor én elé megyek ennek a kérdésnek, hogy kérdése az, hogy a művészetoktatást igénybe vegye Hajdúnánás közössége. Ma reggel, amikor készülgettem, nem elsősorban gondolatilag, hanem ide készültem, akkor az a hasonlat jutott eszembe, hogy elmegyünk egy zöldséges pult előtt, és látjuk a gyönyörű kicsattanó zöldségeket, gyümölcsöket mondjuk március elején. Megvesszük, hazavisszük, megesszük, de a teljesség érzése azért nincsen bennünk, valami nem stimmel. És aztán megérleli a magyar nap és a magyar föld azt a paradicsomot, azt a paprikát, azt a medgyet, almát, körtét, amit mi szeretünk, és akkor azt mondjuk, hogy na, erre vágytunk. Talán ez a hasonlat jutott eszembe akkor, amikor a művészet oktatása való jelentkezésre bátorítok mindenkit, immáron a 7. évében. Tehát itt olyan gyümölcsöt lehet majd majszolgatni, aminek a földje, a rá sütő napsugarak és az elültetett csemete is valahol harmóniában van, és az elvárható eredmény, ha nem is kulináris, hanem egy kulturális vagy művészeti élmény létrejön vagy létrejöhet. Nem tudunk kevesebbet ígérni, és nem is tudunk szebbet ígérni a hajdúnánási családoknak. A 7. évünkben a legnagyobb örömünk, hogy minden művészeti águnk jelentem él és virul. Mind a zeneművészet, mind a képzőművészet és mind a néptáncművészet. Amiért mindig van mit izgulnunk, az a hasonlatból adódik, hogy ki mit választ majd. És én a 13 tanárom nevében mondom mindezt, hiszen szeretnénk azt tudni, hogy olyan gyermekek kerülnek a kezeik alá, akikkel elkezdhetik majd a 2017-18-as tanévet. Ennek az alapjai megvannak, a jelentkezések zajlanak. Egy kicsit most a zeneművészet felé irányítva a kedves nézők figyelmét, amikor ez a műsor adásban lesz, már lezajlik az első felvételi eljárásunk, és hát bízunk abban, hogy a leendő zeneművészek, fuvolistáink, zongoristáink, trombitásaink, ütőtanszakosaink, és a teljesség igénye nélkül mondtam most, betöltik majd a nekik fenntartott helyeket, és így tanáraink boldogan kezdhetik majd el az új tanévet. Na de ha már itt belecsipünk, akkor milyen gyümölcsöket lehet leszakasztani, és milyen fáról lehet ezeket leszakítani? Azért csak mondjuk el, hogy a zeneművészeti ágon milyen hangszer. Ugye a 8 tanszakunk továbbra is él. 2 zongoratanárunk biztosítja a zongora hangszer iránti érdeklődőknek a kielégítését. Emellett a fuvolatanszakunk erős munkával dolgozik tovább. Gitártanszakunkon fiatal kollégánk érleli a romantikus fiatalok lelkületét. Ezentúl Kék Imre tanár úr rutinja a rezeseket élteti tovább trombita tanszakunk élén. Balog János tanár úr, aki a debreceni filharmonikusok ütőse, ugye nálunk tanárként az ütőtanszak vezetője, és várja elsősorban a dobszerkót kedvelőket nyilván. És talán a hegedű tanszakkal zárul ez a kör, ahol örömünkre visszatér Kovács Négiliga Edina tanárnő a gyermek gondozás örömei után, illetve azzal együtt immár, és így a tanszakaink teljessége. Ehhez mindig tudjuk, hogy a szolfézs is jár, és ilyenkor szoktak hátralépni egy kicsit a képernyő elől a gyerekek, hogy de most akkor kimegyek, megiszok egy tejcsit, vagy egy málnaszörpet, de enélkül ez nem megy, mint ahogy nyilván nem megy a tánctechnika nélkül sem a néptáncnak az eredményes művelése.
ez hozzá tartozik, és hál' Istennek a szolfés tanáraink is a rendelkezésre állnak. Milyen érdekes, pont ma reggel mondta azt a nagyobbik lányom, hogy mi az a szolfés, amikor beszélgettünk a különböző hangszerekről, amit lehet választani ezen az ágon, és akkor mondta neki a feleségem, hogy hát hang egy írás és hang egy olvasás, de hát én olyat nem tudok, de hát azért mész oda, hogy majd megtanuld, úgyhogy nagyon fontos azért kihangsúlyozni, hogy akik jönnek jelentkezni, semmifajta hatalmas nagy előképzettséget nem vártok el, hiszen gyakorlatilag néhány kis dalocsát kell énekelni, ritmust visszatapsolni, igaz? Tehát az egész felvétel igazából ennyiből áll ezen az ágon. Így van, hát nyilván itt Fülöp Faléria hihetetlen rutinja, az, ami a szolfés oktatásban a gyerekeket majd megnyugtatja, a Fábián Andrea tanárnő, Gyuró Zoltán tanárúrnak a munkája, de hát ez olyan, hogy azt kell mondanunk, hogy egy mesét nem tud elolvasni a gyermek anélkül, hogy a betű vetést meg ne tanulja. Ennek ugyan ez az alapja. Egy gondolattal gyorsan átlovagolunk a képzőművészetre. Itt egy változást tudunk majd bejelenteni, hiszen hát egyfelől, ez az egyik szemem sír másik nevet, Dancs Ferenc tanár urat úgymond nem nagy örömmel, de elengedjük, hiszen munkássága hamarosan eléri csúcspontját, és a boldog nyugdíjas évek várnak majd rá, és ezt majd már a 2017-18-as tanév elején az ő pótlásával kell megoldanunk, nem lesz egyszerű a dolog, mint tudjuk, de már van egy olyan fiatal tanárnő a látókörünkben, akinek a nevét még most nem árulhatom el, hiszen nem tudhatjuk, hogy így történik-e meg. A mi csápjaink már a helyén vannak, a tanárnő is visszajelzett, és nyilván itt minden ebben résztvevő fenntartónak, intézményvezetőknek, kollégáknak egyeztetni kell. De bízunk abban, hogy egy közoktatásvezetői végzettséggel, földrajztanári végzettséggel és reklámgrafikus végzettséggel rendelkező hölgy tanárnőnk veszi majd át a képzőművészeti tanszak növendékeit. Tehát akkor itt is elmondhatjuk, hogy a pedagógusok, a tanárok szempontjából azért áldott állapotban vagyunk, vagy áldásos körülmények egyértelmű között vagyunk, mert mindenhol mindenre megvannak a megfelelő szakemberek. Mint ahogy a néptánc tanszakon, vagy a néptánc oldalon is megvannak a dolgok. Kicsit háttérbe szorítottunk, eddig neked a sűrű bólogatás és egyetértés jutott a beszélgetés szeretném alatt. Bólogatni. De hát azért semmiképpen sem szabad oldalra tenni, vagy félre szorítani benneteket. Fantasztikus sikereket értek el a néptánccal. Emlékszem rá, hogy amikor legutóbb találkoztunk itt ebben a stúdióban, akkor nagyon készültetek az antológiára. Hónapokkal vagytok már túl rajta, de talán indítsuk innen a beszélgetést, és legyen egy kicsit ez a reklám helye, mert tényleg egy nagyon nagy siker volt ez is az életetekben. Igen, talán ha néptáncról van szó, épp nyilván mint minden ember gondolkodik, hogy vajon miért is válasszák a néptáncot, és mi a biztosíték arra, talán három pontja van ennek, hogy miért is jó talán az, amit mit csinálunk, és mit tudunk adni a gyerekeknek. Ugye van elsőnek is a gyerek és a szülő biztosítéka idézőjelesen, hogy ugye a másodikból kinövő órarendben beépített néptáncosokból, illetve a református iskolából közel 130-140 gyerek van már, aki választotta ezt. A másik bizonyítéka, hogy valamit talán jól csinálunk, az a helyi közösség és a helyi társadalomnak az elismerése, méghozzá fellépés számban mutatkozik meg ez főleg, hisz idén én nem mertem még összeszámolni, hogy hány fellépésen vagyunk túl, mint nők nap, anyák napja, ugye karácsonyi műsor, Fehérbot alapítvány, antológia, tehát csak így egy párat említve, mondjuk az antológia az szakmai része lesz, az egy kicsit később, de hogy a bálokon, szinte minden bálokon fölkerestek minket, hogy emeljük a színvonalat, de én egy ilyen 80-90 magasságára teszem, hisz volt, hogy hétvégenként több fellépésen, vagy egész hétvégén felléptünk, ugye a különböző csoportokkal. És a harmadik biztosíték az pedig talán a szakma elismerése, amit kapunk folyamatosan, hála az égnek, hisz ha az antológiával kezdem, ami ugye az ország legjobb 17 együttesei közé választották be az ifjúsági néptánc csoportunkat, az Aranyszalmi Ifjúsági Néptánc Együttest, de beszélhetek akár a országos tanulmányi verseny második helyezettjéről is, ugye a cinegelábúakról, akik ezzel a fantasztikus eredménnyel írták be magukat a kicsit a néptánc nagykönyvébe, vagy beszélhetek a múlt hét vagy két hete megrendező néptánc fórumról, ahol arany és ezüst minősítéseket kaptunk.
és a legutóbbi vasárnap, amikor a Hajdúböszörményben minden csoportunk aranyminősítést kapott, illetve elhoztuk a fesztivál díjat is az Aranyveszély Néptánc csoporttal, valamint, bocsánat, akkor már megemlítem, hogy az Aranyalma és a Kis Aranyalma volt a másik néptánc csoport, hogy minden nevesített csoportunk említve legyen. Illetve az Aranyveszély ugye elhozta a fesztivál díjat, amit a 41 produkcióval legjobb produkciónak ítéltek oda, illetve a Kis Kovácsalizunk külön díjat is kapott, tehát amit odaadhatott a zsűri magas színvonalért, azt hála az égnek megkaptuk, és ez egy nagyon-nagyon erős mezőny volt, és egy nagyon nagy megerősítés abban, hogy jó úton haladunk, és hogy a próbatermek munkássága, izzadása, ami megint csak játékosan és jókedvűen telik, hisz nem maradnának meg a gyermekek, ha nem így zajlana, meghozza a gyümölcsét a országos színvonalon is. Hát ahogy így soroltad az eredményeket, akkor megfogalmazódott bennem egy gondolat, félig viccesen, hogy akkor lassan ott tartunk, hogy azt mondják, hogy csak a nánásiak ne legyenek itt egy-egy ilyen rendezvényen, mert úgyis letarolnak mindent. Jó, ezt most természetesen kicsit sarkítottam és vicces volt, de hát tulajdonképpen, és erről már sokszor beszélgettünk, ezek óriási eredmények, ha abból indulunk ki, hogy szinte a semmiből épült fel ez Hajdúnánáson. Hát abszolút, tehát igen, talán egy kicsit vicces, de kaptunk már ilyen megjegyzést, tehát nyilván közelebbi kollégáktól, jaj, ne gyertek már, minek jöztök. Nyilván ugye azért, hogy a versenyben hogy szoktunk szerepelni, de tehát ez nehéz, mert a néptáncot nagyon nehéz versenyeztetni, és igazság szerint nem is lehet. A zsűri egy pillanatnyi állapotot kap el a színpadon, akár szóló, akár kamara, akár néptáncos produkcióban, és azt hogy tudja értékelni. És a munka ott van, hogy mi próbáljuk és igyekszünk a gyerekeket mindig a legmagasabb színvonalon fölküldeni a színpadra, amit természetesen ő tud. És ezt a munkát persze nem veheti el senki, tehát ez nem úgy van, hogy na, fölmegyünk és akkor nánásiak jók. Tehát emögött hatalmas munka van, nagyon sok készülődés van, nagyon sok fellépés adja a rutint, amit ugye említettem, és ezáltal ezeket a rutinokat, ezeket a munkákat, ezeket az izzadásokat hasznosulva tudnak a gyermekeink úgy fölmenni a színpadra, hogy igen, hála az égnek, eddig akármilyen zsűri volt az országos versenyen keresztül a megyeig, mindig az elismerő szavakat kaptuk, és az elismerő okleveleket, jutalmazásokat értékel a gyermekeink. Ti egy picit könnyebb helyzetben vagytok az utánpótlást illetően, mint a zenei vagy éppen a képzőművészetiák, hiszen azért nektek van egy merítési lehetőség, ahogyan említetted is, ugye a második osztályból tovább lépő gyerekekből, de ha esetleg valaki ott elkalandozott, és mondjuk egy-két tanévvel később most mondja azt, hogy ó, de jó lenne visszamenni, akkor hogyan lehet hozzátok jelentkezni? Ugyanebben a formában. Nyilván az egy kicsit nehezebb, tehát miután ugye kikerülnek a második osztályból, onnantól kezdve már tényleg a tánccal foglalkozunk, a folklorral foglalkozunk. Ugye első-másodikban néptáncos alapokat adunk a gyermekeknek, népi játékokon keresztül próbáljuk rávezetni őket ennek a gyönyörű kultúrának a rejtelmeire és szépségére, amit ugyan utána majd később hasznosítani is tud, de ugye harmadiktól kezdve pedig a technikai képzéseken keresztül, a páros viszonyokon, tehát utána nehezebb dolga van, ezt be kell, hogy valljam, de azzal a tudással felvértezve, amit első-másodikba szerzett, tud csatlakozni esetleg a korosztályához, hiszen erre példa is van, de ugyanúgy működik, a beiratkozásnál kell jelentkezni, akár az irodában, Attila bácséknál, vagy nálunk odajönne, hogy én szeretnék járni néptáncra, és akkor mi meg azt mondjuk, hogy tárt karokkal várunk. Igen, gyere, próbáld ki. Akartam is kérdezni, hogy mi az a kor, ameddig még be tudjátok őt illeszteni a rendszerbe, mert nyilván, ha valakinek ilyen 11-12 évesen jut eszébe, akkor már ott gondolom nyilván szinte lehetetlen csatlakozni? 70 év. Tehát addig jó. Tehát 70 éves koráig én úgy gondolom, hogy bárki jöhet, hisz bármikor a rejlő tehetsége előjöhet, a szorgalma nagyon fontos, mert ha valaki szorgalmas, akkor be tudja pótolni a lemaradását esetlegesen, tehát nincsen korhatárhoz fűzve vagy kötve, mert hogyha szeretne jönni, akkor mi biztos, hogy nagyon nagy elánnal, segítséggel fordulunk felé, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felzárkozzon, esetleg csatlakozzon az adott korosztályához.
Ha a másik két oldalt vesszük, akkor mik a legkedveltebb részek, amire szívesen jelentkeznek a gyerekek? Hát most ezt darabszámmal tudnám. Hát igen, nem úgy, hogy 12-en vannak ott, meg 3, itt meg 28, csak úgy helyel közel azért hangszerek közül, vagy éppen a képzőművészeten. Hogy néz ez ki? Évről évre a képzőművészet betölti azt a 4 közösséget, ami általában a csoportos oktatásban egy ilyen 15-20 főt jelent, akit úgymond egy naplóba be tudunk írni, és az egy közösséget jelent, az egymásra épülő évfolyamokról beszélünk. Én bízom abban, hogy ez továbbra is így lesz. Mindig kikristályosodik egy olyan, ez a 60-80 fős kis közösség, akihez jó belépni. Tehát én azért szoktam menni Dancs Ferenc tanár úr termébe, hogy belépek, és egy olyan munka légkör vesz körül, hogy alig néznek föl a gyerekek. Tehát nem arról van szó, hogy nem köszönnek nekem, dehogy nem, de úgy köszönnek, hogy csókolom. És folytatja, hogy benne van a kis sárkányát csinálja, a kis linómetszetét csinálja, Feri bácsi ül az asztal sarkán, a szemével irányít, vagy egy-egy mozdulatával, és azt mondom, hogy ennek így kell lenni. Tehát aki az ilyen kifejezésmódot szereti a kezével, és nem a lábával, annak ott van a helye, és milyen jó, hogy ezt is tudjuk nyújtani. A zeneművészeten belül nyilván vannak olyan tanszakok, ami mindig vonzóbb és sikeresebb lesz, így a gitár, ugye valahol, ahogy jeleztem, a romantikus alkatú fiataloknál, a fuvola elsősorban azért egy lányos tanszak, és ott mindig megjelennek a kis angyalkáink, ugye akkor nem beszélve Kék Imrének a trombitásairól, akiről szoktuk mondani, hogy ha nem tudjuk is, hogy a gyermek honnan érkezett mondjuk egy országos versenyre, azonnal tudjuk, hogy a mozdulatairól, hogy Kék Imre a tanítvány, vagy a tanítómestere, és ez a rutinnak ugye egy megnyilvánulása. A zongoristáink között is mindig megvannak azok a fiatalok, akik nagyon szép eredményeket érnek, csak egy Csiszár Milánt említek, vagy most már két olyan versenyen is egészen kicsikéink indultak és szerepeltek eredményesen, aranyminősítéssel tértek vissza, hogy még éppen 2-3 éve ültek csak a zongora mellett, és Tóth Erika tanárnő bizony komoly sikerekre vitte őket. Visszatérve még egy pillanatra a művészetoktatás elvi támogatására, most eszembe jutott az is a reggel szintén, ugye volt a gyümölcs hasonlat, hogy látja immáron mindenki, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon a virtuózokat, a televíziónak a zenei tehetségkutatóját. Látja mindenki a fölszállott a pábát. Kétszer írták már ki gyermekeknek, most kiírták ugye már felnőttebbeknek. Ez nem lenne ilyen világhírű, ha nem volna mögötte az alapfokú művészetoktatás. Annak például a kiválóan kitalált néptáncmódszertana, ami nem annyira régi és nem annyira több száz évre visszatekintő, mint mondjuk a zeneművészeté, de olyan erővel és olyan kifinomult módszertannal léped be a pedagógia körébe, amit még ma is többen csodálnak, vagy éppen van, aki megkérdőjelezi, hogy most akkor ott a néptáncosok ott mit csinálnak ott bent, mert ugyan halljuk a zenét, meg topognak, meg kopognak, meg tapsolnak, és aki oda is benyit, mint ahogy én benyitok Dancs Ferenc tanár úrhoz, akkor azt látja, hogy különféle jelekkel, jelrendszerekkel dolgoznak a tanárok, ezeket a gyerekek értelmezik, maguknak rajzolják kézzel, lábbal, ritmizálják a zenéből is átvett alapokat, a hangjegyértékeket, az ütemmutatókat, ők maguk mondják el saját maguknak, és azt látni kéne, amikor tanár úr gyermekei ülnek mondjuk a tornateremben a Magyar utcán, és szépen rajzolják föl a párosugrást, az egylábúugrást, az érintést, az előre-hátra érintést és annak ritmusát, és egyszer csak tanár úr tapsol egyet, és a gyerekek kitáncolják a tá-tá-ti-ti-tá-ri-ti-ti-tá-tá, és mindez a helyén van gesztusokban, súlyvételben és így tovább. És akkor azt mondjuk, hogy rendben van az alapfokú művészetoktatás, illetve erre lehet alapozni majd azt, ami akár egészen Japánig vezet, mert Attila szerénykedik. Igen, ezt akartam is kérdezni, mert egy nagyon fontos dolgot kihagytál. Fél lábbal már a repülőgépen vagytok? Igen, hát reméljük, tehát úgy néz ki, tehát minden adott ahhoz, tehát meghívást kapott az Aranyszám Ifjúsági Néptánc Együttest november 8-tól 16-ig, hogy Japánban képviselje.
Hát igen, majd valahogy megpróbálok elkérezkedni. Tehát Japánban kaptunk egy felkérés, egy nagyon-nagyon megtisztelő felkérés. Már csak itt vagyunk az ajtó küszöbén, hogy éppen megvegyük a repülőjegyet, és akkor szinte biztossá válik. Azért nem is említettem még, de nagy valószínűséggel, igen, tehát nagy valószínűséggel ez a megtiszteltetés értem most legfrissebben a ifjúsági néptánc együttes, hogy 6 párral Tojama, köszönöm szépen, Tojamába fogjuk képviselni Hajdunánást, illetve Magyarországot egy ilyen fesztivál jellegű rendezvényen. Hogyha valaki jelentkezett bármelyik részére is a művészeti oktatásnak, föl is vettétek, akkor onnantól kezdve hogy néz ki a történet, mi a szülő teendője, hogyan lehet ezt beilleszteni az iskolai órarend mellé? Beszéltünk már erről is, de szerintem mondjuk el, mert biztos van olyan még mindig, akiben megfogalmazódik a kérdés. Meg hát abból a szempontból is azt gondolom érdemes ezt elővenni, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy hát annyi mindent csinál a gyerek, meg ott van az iskola, pont elég az órarend, még ezt is akasszuk a nyakába. De emlékszem rá, legutóbb is elmondtad azt, hogy meg lehet ezt oldani rugalmasan és jól. Hát nyilván mi ezt pontosan tudjuk, és a helyére is tesszük, hogy a elsősorban általános iskolában tanuló gyermekeink elsődleges feladatát azt prioritást élvez, és emellett a rugalmasságunk az jelenti, hogy szinte egyénileg lehet például a zeneművészeti oktatásban, vagy kell is a szülőknek és a gyermekeknek egyeztetni a tanárokkal. De még egy mondattal visszatérve, hogy ha felvettük, maradjunk még abban, vagy annál, hogy a felvételi eljárás első néhány napja lezárult a zeneművészetben, de június első hetében, tehát pünkösd ünnepének hetében még pótfelvételit fogunk tartani. És az is tudott, hogyha valaki szeptember első napjaiban látva a gyermek elfoglaltságát még úgy dönt, akkor néhány család esetében tudunk fogadókészek lenni, de azért nem javasoljuk, hogy egészen szeptemberig ezt elhúzzák, hiszen nyilván a fenntartónk felé nekünk bizonyítani és igazolnunk kell, hogy igen, rendben vannak a tanszakaink, meg vannak az osztályaink. Ha a gyermek felvételt nyert ezen a bizonyos zeneművészeti felvételén, akkor ez kifüggesztésre kerül majd hamarosan. Ez vélhetően a pótfelvételével együtt június elejére várható. A néptáncművészetre a jelentkezés, ahogy Attila elmondta, annyi, hogy a tanárt vagy bennünket az irodában felkeres a kedves szülő, egyeztetünk, a jelentkezési lapot kitölti, és őt beillesztjük, tájékoztatjuk a szülőt, hogy mely nevesített csoportunkba kerül a gyermek. Az első-második osztályoknál ugye azzal a remek együttműködéssel, ami 7. éve él, hogy az önkormányzat támogatja az első-másodikos gyermekek néptánc tanulását, akár a református, akár a bocskai iskolába járó gyerekek esetében azzal, hogy a térítési és tandíjakat is állja. Ezt azért fejeztem ki, vagy azért emeltem ki, hogy január 1-i állapot az, amikor ha valaki két tanszakot választ, is támogatja az önkormányzat az egyiket, a néptáncot, a másikat kell csak a szülőnek fölvállalni. Egyébként nagyon szépen visszaigazolódik az, hogy több gyermekünk képes két tanszakot is szolgálni, mert annyira nagy benne a művészi affinitás, hogy a táncot is szeretné teljes erővel csinálni, de ott van benne az a kis ehhez kapcsolódó akár zenei vonal, ami viszont egy hangszer felé irányítja, vagy éppen beülök és linómetszetet csinálok a táncomról. Tehát ezek nagyon szépen passzolnak, és több gyermekünk van, aki ezt visszaigazolja, hogy semmi akadály, hogy ő két kékfelelő bizonyítványt őrizgessen majd a tanév végén. A képzőművészetre is ugyanez a helyzet, amit elmondtunk a táncművészetre. Ha bejönnek az óvoda utcára a kedves szülők, és kifejezik jelentkezési szándékukat gyermekükkel együtt. Nyilván a szülőnek kell, tehát a gyermek jöhet hozzánk, felírjuk a nevét, felírjuk anya-apa telefonját, de a szülő az, aki jogviszonyt létesít velünk, és ez a szülő dolga, kötelessége, és várjuk is szeretettel őket. Gyorsan néhány esemény. A néptánc tanszak éppen a mai napon zárta az első tanévzáró vizsgaelőadását, mely rendhagyóan a korábbi sportcsarnokbeli vizsgaelőadásokhoz képest immáron két nap alatt zajlik. A holnapi napon folytatjuk ezt. Ketté választottuk a több mint 300 növendékünknek a bemutatóját, és remek színpadi színházi körülmények közé varázsoltuk őket a tanáraim kérésére és javaslatára, aminek én örömmel adtam helyet. És így a művelődési házban még szakmai zsűrit is hívunk. A táncművészet különböző
különböző ágaiból egyébként. Tehát a modern táncművészet vezetője, nyíregyházi tánccsoportok vezetője és a saját kollégáink ülnek majd a szakmai gréniumban. Ezt egyébként a törvény is így írja elő, hogy ott egy vizsgabizottság előtt mutassák be a első másodikosaink, akik ugye nagyon izgulnak, hiszen nekik ez az egyetlen nagy fellépésük van. Hívom, biztatom a szülőket a holnapi bemutatóra is. Ha ezen is túl vagyunk, ahogy jeleztem, a zenészek felvételije zajlik, és június első hetében várjuk még a pótbeiratkozásokat bármelyik tanszakunkra, a képzőművészet tanszakra is folyamatosan történhet a beiratkozás. Ezt május végéig szeretnénk kérni mind a táncosoktól, mármint a tánctanszakra, néptánctanszakra és a képzőművészeti tanszakra jelentkezők esetében. Kedves szülők, május végéig próbálják eldönteni, hogy hol és hogyan csatlakoznak a művészet oktatáshoz. És igazából majd a gyermekeink, mármint a néptáncosok már itt, ezen a holnapi gálán, illetve a mai gálán már jutalmakat, elismeréseket vehettek át, emléklapok, illetve tanáraink saját kézi munkájának eredményét, hiszen Bedő Melinda néni készít kalárisokat a lányoknak, és Attila bácsi pedig táncos botokat készít, tehát saját kezű emlékeket vehet, saját kézzel készített emlékeket vehetnek majd át a fiatalok. Ennek zárásaként az iskolák tanévzáró ünnepségein, június közepén vehetik majd át a gyermekek a művészeti iskolai bizonyítványt, és a nevesített csoportjainkban kiemelt munkájukkal, kiemelt tanulóink, növendékeink pedig könyvjutalomban részesülnek majd. És 19-én hétfőn, június 19-én hétfőn zár a művészet oktatás az ünnepi tanévzáró ünnepségével. Rövid volt ez a beszélgetés, de annyi mindent felsoroltatok, ami egyfajta élményként, tudásként és útravalóként a gyerekek kezébe kerülhet, hogyha bármelyik ágát is választja a művészetoktatásnak itt Hajdunáláson, és ki tudja, kiből mit lehet még kibontani és hogyan folytathatja. Erre is volt, és én biztos vagyok benne, hogy lesz példa, és már csak ezért is ösztönözzük a kedves tévénézőket és a szülőket, hogy válasszanak ezen művészeti iskola kínálatából, és valahová mindenképpen írassák be a gyermekeiket, csak jót tesznek vele. Én sok sikert kívánok nektek a folytatásban is, jó pihenést majd a nyára, és hát azt kívánom, hogy addigra tényleg kristályosodjon ki, hogy akkor a fenntartó felé mit lehet lejelenteni, és hol, melyik ágon hány gyermek is lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük. Hajdunáláson az idei japán napok keretében Hankó Ferenc tartott előadást Körutazás Japánban címmel. Azt gondolom, hogy Japán még a mai napig is főként az európai, a magyar emberek számára picit egzotikus, nagyon távoli országról van szó, nagyon-nagyon sok szigetről, több ezer szigetről van szó, Japánt alkotja. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes dolgot tud mesélni nekünk most Hankó Ferenc. A japán tájakról, kultúráról, hagyományról, tradíciókról. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm stúdiumban Hankó Ferencet, a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület alapítótagját és alelnökét. Hát azt gondolom, hogy ha ennek az egyesületnek alapítótagja volt, akkor önt igen-igen megérintette, mint ahogy azért sokunkat is, a japán kultúra, a japán hagyomány, hiszen azért azt gondolom, hogy nagyon sokan nőttünk fel a különféle ninja és hasonló filmeken, hogy aztán ebből mennyi a valóság, meg milyen történelmi gyökerei vannak a szamurájoknak, a japán zenének, a dobzenéke. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami azt gondolom, hogy nekünk, európaiaknak, benne magyaroknak érdekes lehet.
Hankó úr, hogy került ön kapcsolatba Japánnal, mikor kezdődött ez a szerelem? Mert azt gondolom, hogy ez egyfajta szerelem. Hát igen, először is nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hívni ide a stúdióba, így az előadást követően. Második alkalommal vagyok itt Hajdúnánáson Japán nap keretében. Első alkalommal ugye tavaly májusában a gésák tartalmú előadásomban. Úgy érzem, hogy tetszett, megérintette a közönséget ez a téma is, és most megint úgy látom, hogy ez a előadás, amikor egy nem kis körutazást, egy nagy körutazást teszünk az országban, egészen Hiroshima-tól föl Szaporóig és vissza, 14 város megtelepülést, szentszigeteket, Fuji-szánt fogjuk érinteni legendákkal, mesékkel. De kérdésére válaszolva, 2001. szeptember-októberében volt szerencsém kint tölteni egy viszonylag rövid időt, egy hónapot Japánban, mint turista, és sikerült végigjárni hátizsákkal, földön, vizen, levegőben szinte Japán kétharmadát. De most ebből az utazásból került az előadásom összeválogatásra, összeállításra. Törekedtem arra, ugyebár, mivel 2001. szeptember-októberre nem most volt, hogy bizonyos állandó értéket mutassak be a közönségnek. Törekedtem arra, hogy akik kimennek most Japánba, kedvet kapnak az előadásom után egy japán utazásra, bízom benne, hogy kedvüket vettem, tehát kedvüket erősítettem egy ilyen utazási rend, hogy azok az emberek ugyan ezeket a helyszíneket, műemlékeket viszont láthassák, és egyszer csak hátha táplálékul fog szolgálni az a néhány információ, amit tőlem hallottak. 2001. szeptemberre ugye 5 és fél éve volt. Nagyon sok időt foglalkoztam Japánnal előtte is, utána is. Utána meg még többet, hiszen megérintett az országnak a kultúrája, a japán emberek, az ottani élet, nem csak a tradíciója, hanem a modernsége is. Innen kezdődött. Hát azt gondolom, hogy ugye a sok-sok tradíció, amit mi legalábbis innen úgy látjuk, hogy még mindig nagyon nagy tisztelete van a hagyományoknak Japánban. Az egymás közötti érintkezés, tehát ugye ezeknek is nagyon szigorú szabályai vannak, amit ugye az európai ember kicsit furcsálhat is, tehát ugye az etiketta protokoll az azért meglehetősen szögletes. Nekünk legalábbis így tűnik. Amikor önként járt, ugye említette, hogy hát végül is több hetet tudott ott tölteni, ugye ez a körutazás, ez hol kezdődött, és hogyan találkozott ön a mai japán emberekkel, hiszen persze természetesen azért ugye náluk is vannak változások, de igazából valahogy ötvöződik ez a kettő köztük. Legalábbis így gondoljuk. Tehát ugye meg kell ezt tapasztalni, meg kell ezt élni, hogy ott a helyszínen igazából hogyan működnek a dolgok. Egy külön részt is szenteltem az előadásomban ugye a hagyományos, meg a tradicionális Japánnak. Nagyon szépen tetten érhető a harmónia a mindennapi életükben. A tradicionális elemek ott vannak a modern elemek mögött. Például egy kimonóba sétáló hölgy mellett egy kosztümös hölgy megy el, és abszolút harmóniában vannak a japán kultúrában, ez is belefér. A modern nagy, gigantikus, ugye, annak ellenére, hogy földrengés sújtotta, sajnos vidékről van szó, ott vannak a igazi buddhista szentélyek, a Shinto templomok, az is megfér. A japán emberben, egy személyben is ugye négy vallás megfér egyszerre, a Shinto, a buddhizmus, a konfucianizmus, kereszténység, és ettől tudnak olyan harmonikusan élni. Tetten érhető a mindennapjaikban, viselkedéseikben, szokásaikban. A szokásaikat is, udvariasságukat is ez vezérli. Ugye, tehát honnan indult ön el erre a
körútra, mert hát gondolom, hogy azért a teljes Japán-szigetvilágot természetesen nem tudta, nem is, talán nem is lehetséges bejárni, hát vagy lehetséges, csak idő, mert csak idő kell. Eléggé drága országról beszélünk, időkérdése. Tulajdonképpen Hiroshima-ban, hogy az előadásban is bemutattam, Hiroshima-ban kezdődött az út. Hát egy nagyon ott nevezetes. Így van, erről is legendákat meséltem, történelmet, bemutattam azokat a történelmi eseményeket, ugye meg a modern Hiroshima-ról is meséltem, és innen megyünk tovább, egészen Tokióig, olyan helyszíneket érintve, nem messze a Hiroshima öbölben található az Itsukushima szentélyszigete, a Miyajima-sziget. Itt is elidőzünk, utána megyünk a fehér kócsag, úgynevezett fehér kócsag várkastélyhoz, ami Himejimen áll. Utána Kobéról említünk egy pár szót, Oszakában időzünk, Nara és Kiotót nem hagyjuk ki, ősi történelmi japán császári főváros, ugye kezdődött Narában 710-től 784-ig, hogyha a dátumokra jól emlékszem, és utána a helyen időszakban áttevődött a császári székhely ugye Kiotóba. Nagyon sokáig ott volt, és tulajdonképpen az Edo korszak idei alatt tevődött át, úgymond mesterségesen is egy kicsikét a császári székhely a mai Tokió régi nevén, ugye Edo-ba, Edo folyó partján terült el az a település. Ma már egy világvárosról van szó. Persze időzni fogunk a Fujisan-nál, ott is legendákról mesélek történeteket. Akkor repülőre ülünk, és érintve ugye a megint egy kicsikét rossz, hogy mondjam, tehát a Szendai földrengés helyszínét és a Fukushima-i helyszínt. Mesélek a földrengések gyakoriságáról, milyen paneleket alkalmaznak a japánok, hogy bele tudjanak illeszkedni a sokszor majdnem 9-es erőségű földrengések világába, meg a éves szinten több mint 1000 földrengés sújtotta a ország életébe. És megérkezünk ugye Hokkaidó fővárosába, Szaporóba, és egy pici kis részét ott is körbejárjuk, megismerve, rátekintve a Japán-tengerre, Csendes-óceánra. Látunk egy-két vulkáni tavat, földrengés sújtotta összeomlott épületet, meg ugye halászfalvakat, meg Szaporót. Tehát azt gondolom, hogy ez egy igen-igen gazdag körutazás volt. Én nem is tudom, hogy egyáltalán egyszerre hogy lehet befogadni ennyi ismeretet, ennyi dolgot, hiszen ennek a hatalmas ország, mert azért hát szigetei tekintés, tehát nagy ország, de hát ugye a világ harmadik vezető hatalma. Igen. Tehát nagyon-nagyon sok minden van a hagyományaik közül. Például szerintem az európai embernek, ugye említette, hogy a földrengésekkel is, hát hogy megtanulnak együtt élni. Én azt gondolom, vagy legalábbis úgy vélem, hogy a hagyományos építészetük is valahogy úgy alakult ki, tehát azért az ő házaik, a berendezéseik teljesen szokatlanok az európai szemnek. Igen. Hogy tudott ezzel például úgy megbarátkozni, hiszen nincsenek bútorok, kis szőnyegeken, párnákon, egyebeken ülnek, és így is étkeznek, vagy legalábbis a hagyományos. Igen. Igen, ugye Japán az egy nagyon sűrűn lakott ország, tulajdonképpen a lakosság kétharmada. Egy Magyarország területénél, alig nagyobb területen él. Tehát ez a Hiroshima-tól Tokióig vezető szakasz, ez egy 900 kilométeres szakasz, ott él a lakosság kétharmada, na hát itt a terület nagyon kevés. Tehát úgy tessenek elképzelni a sűrűn lakottságot, hogyha az ember megy autóval, vagy kocsi, vagy vonattal, vagy busszal, bármivel, akkor pár méterre csak a házakat lehet látni. Annyira a közigazgatási területek annyira egybe vannak forrva, például Nara és Kiotó között, hogy az ember nem is tudja, hogy mikor lépi át a határt.
Én amikor hazajöttem, és Budapestről ugye mentem haza Gyulára, jó érzés volt látni a hazai alföldet, a tágas mezőt, hogy messzire el lehet látni. Nagyon kevés a terület. Ugye ebből következően a lakóházak is úgy épültek, hogy sűrűn, és belül nagyon pici, apró lakások vannak, és nagyon alacsonyak. Például Makumanaiban volt a szaporói téli olimpia, tehát 1972-ben ott volt az olimpiai falu, ott voltak az olimpikonok elszállásolva. Én laktam a tokiói olimpiai faluban is, meg a Makumanaiban is. És úgy tessék elképzelni, hogy az európai embereknek igen szűkre szabott mozgásúnak kell lenni, hogy kényelmesen elférjen. Hát mondjuk egy 2 méter magas ember azért akkor ott már nem hát túl kényelmesen tud nem tud létezni. Keskenyek, ugye alacsonyak, a butozatuk tényleg egyszerű, a hagyományos japán, így van. Na most ugye azért van ez, az európai ember úgy tudja, hogy a japánok nem fogadnak háznál vendéget, hogyha vendégül látnak embereket, akkor inkább meginvitálják őket egy szállodába, és akkor ott látják őket vendégül. Egy ilyen praktikus oka is lehet, nem biztos, hogy ez, csak én megtapasztaltam, hogy inkább szálló a helyhiány miatt, hogy régebben több generációs volt egy ilyen lakás. Tehát majd, hogy nem, szinte beosztották a generációk a napszavokat egymás között a lakás használatban. Tehát igen, érdekes ez az életmód, tehát számunkra ez nagyon furcsa. De hát ők ebben élnek, és ők így élnek, tehát számukra tényleg döbbenetes. És említette, hogy jól esett hazajönni és látni a sík alföldet. Egy kedves ismerősünk egyszer utazott éppen ezen a vidéken vonaton, és japán fiatalokkal együtt utazott, és hát azok teljesen el voltak csodálkozva, hogy nem jönnek a hegyek, nincsenek nagy hatalmas épületek, hanem sík. Tehát számukra ez a sík, ez egy döbbenet volt, tehát hasonló, mint ahogy számukra az szűkre szabott, tehát nagyon szűkös. Azért van Japánnak olyan része is, ahol beláthatóbb a terület, ugye? Tehát a Hiroshima-tól, igen, valószínűleg a fiatalok abból a körzetből származhattak, ahol nem volt részük ilyen látványban. Nekünk magyaroknak a kinti látnivaló a látvány. A japánoknak meg ugye ez. Ettől is vagyunk mi nekik exotikusak, meg nekünk a japánok szintén exotikusak. Beszéljünk, említette a különféle szentélyeket, szent szigeteket, a Sintó templomokat, ugye vannak ezek a kapuk, amik általában mindig valahol víz, tó partján, benne a vízben vannak. Mit kell ezekről a szentélyekről tudni? Ezek szintén az európai ember számára kicsit furcsák. Igen. Én nem furcsának nevezném, inkább nagyon gyönyörűnek és érdekesnek. Csak... tulajdonképpen előadásomban érintjük ugye Miyajima szigetét, Itsukushima szentély. A szentélynek a fő bejárata tulajdonképpen az a világhírű Tóri kapu, amit valószínűleg nagyon sok magyar ember látott már médiákban, vagy olvasott róla. Tulajdonképpen benne áll a vízben a Hiroshima-i öböl, tehát a Miyajima sziget partjánál. Ez egy hatalmas létesítmény, nem messze Hiroshima-tól persze, önfenntartó, tehát a súlya alapján, tehát saját maga súlya tartja meg ezt a alkotást. A Tóri kapu tulajdonképpen az a szentélynek a határa, a szentély belépő kapuja. Az választja el a szentély, tehát azt a isteni létet, meg a külvilági létet. Egy jelkép. Japán jelképe is lett ez a Tóri kapu. Nagyon sok helyen található, tehát nem feltétlenül szentélyekhez kötött, de leginkább például a Fuji Sanon is található, Kyotóban különböző szentélyeknél is ilyen Tóri kapuk. Például Kyotótól nem messze van egy 15-20 km hosszú ilyen
alagútszerű képződmény, ami tori kapukból áll. Úgy tessenek elképzelni, hogy egy tori kapu maximum ott azon a részen olyan 15-20 cm vastagságú, lehet, hogy még vastagabb. Na most 15-20 kilométeren keresztül ugye ezek egymás után sorakoznak, hogy mennyit kellett abból felállítani. Azoknak a vállalkozóknak, és most régebbi időszakról beszélek, akik búzával, különböző gabonrizssel foglalkoztak, és szinte, tehát az a vidék, az a szentély ugye védőszentje ennek a terménynek tevéken, és hálából védekezésül talán a vállalkozók így adtak hálát az isteneknek, hogy segítették őket. A tori mindig is egy jelkép volt Japánban, most is, szerintem az is lesz nagyon sokáig, hiszen a japán ember lelkébe, tudatában ez a vallás még mélyen ott van. Ezekről a kapukról egyébként nekem óhatatlanul a mi székely kapuink jutottak eszembe. Tehát, hogy van némi kis, ha csak más nem. Hát formára, anyagában, de a lelkiségében, a vallás történetében ugye eltérések vannak. Igen. Ezekben a szentélyekben bemehet akárki, látogatható, vagy pedig ezek csak bizonyos alkalmakkor, csak bizonyos személyek látogathatják, szerzetesek vagy papok, nem tudom. Természetesen. Volt időszak, ugye, például megint csak Icukusi mai szentét tudom felhozni példának, hogy nagyon sokáig arra a Szentélyszigetre csak férfiak léphettek be. Idegen forgalom elől el volt zárva, ugye nők oda nem léphettek be, szülni nem lehetett, tehát ott életvitelszerűen családoknak élni nem lehetett. Ugye ezt is eltörölték. Ma már Icukusima Szentélyszigete hatalmas nagy belföldi, tehát úgy japán értelme, meg külföldi idegenforgalomnak örvend, szállodák találhatók. Akkor ugorjunk egy nagyot Narába, Kiotóba, tehát Kiotóval kezdjük, ott a város körül körülbelül 2000 szentély van. Nagyobbik része buddhista jellegű, kisebbik része sintó szentély. Teljesen szabadon látogatható, nyitva vannak, be lehet menni, természetesen nem szabályokat, szabályokat betartva. Ugyanez van ugye Tokióban, Szakuszában, ahol egyik legidősebb szentély található. Az, hogyha jól emlékszem, a 6. századból eredezik, és ma is, főleg vallási ünnepekkor a japánok ellátogatnak, hatalmas forgalom van, jól érzik ott magukat az emberek, de rengeteg külföldi is megfordul. Miért él az emberek, japán emberek világában, ha bár a külföldiek se hagyják ki ezeket a helyszíneket látogatásaik során? És egyébként a japán emberek, tehát ugye említette, hogy négy nagy vallás az, ami felelhető. A legnagyobb ugye a buddhizmus, meg a sintó, ez a kettő, de mellette létezik a konfucianizmus az életében. Hogy vallásosak, tehát vagy pedig csak hagyománytisztelők. Tehát szintén lehet, tehát az európai ember gondolkodása kicsit másfajta. Tehát nem vagyok szakértője ennek a témának, én csak azt tudom elmondani, amit én tapasztaltam. Azt tapasztaltam a ismerőseim élete során, ugye kintartózkodásom alatt, hogy ugye esténként ugye buddhizmus, örömünnepkor sintó vallás szerint gyakorolják a hitüket. Megvan minden napjaikban ez, elválaszthatatlanok. Én úgy láttam, bármennyire modern világban élnek, a fiatalok, gyermekeik is, bármennyire modernek, bármennyire modern feltételek veszik ugye körbe őket, azért ezek még mindig ott van bennük. Ugye gondolom én az oktatási rendszerük miatt is, akkor a családi háttér miatt, hagyományaik miatt, és hogyha már itt vagyunk a hagyományoknál, egy kicsit lehet, hogy nagy ugrásnak tűnik, a
tradicionális japán szokások, művészetek átörökítésében rendkívül nagy szerepük volt a gésáknak. Erről tartott, amit Hajtónánáson múlt évben előadást, és próbáltam rámutatni ugye az előadás keretében, hogy az e fajta féle tevékenység nélkül ugye nem maradhattak volna meg, nem tudnánk gyönyörködni a mozgó műalkotásokba, akik művészeteket közvetítenek le, akár az állampolgáraik felé, akár a külföld felé. Ettől is lesz érdekes ez az ország, és maradandó. Pedig egyébként, tehát ugye az európai ember, átlagos európai ember tudatában a gésákról kicsit másfajta kép élt. Ezt a képet romboltam le, úgy érzem sikerrel. Így van. A hagyományok területén azt gondolom, hogy a japán gasztronómia is jeleskedik, hiszen számtalan olyan ételük van, amit a mai napig is hagyományosan úgy készítenek, mint sok száz évvel ezelőtt. Ezekbe belekóstol? Természetesen, hiszen elengedhetetlen volt, nem tudtam hazajönni utazáson sorra egy jó magyar marha pörköltre, amihez a gyomunk hozzá van szokva. Könnyedében esznek, de fűszeresebben, meg legalább olyan erősen, mint mi magyarok. Hát ugye ott eléggé be vannak határolva az adottságaik, a forrásaik. Nagyon sok mindent ugye megpróbálnak a tengervizéből nyerni élelmiszer alapanyagot. Hát mondani se kell, hogy egyik legnagyobb példája, ugye nagyobb szó idézővel betéve, hogy a bána vadászati moratóriumot egyedül még Japán nem írta alá. Valószínűleg megvan ennek az oka. Emellett még nagyon sok érdekes élelmiszerük van. Itt például az a halfajta, ugye, amit szintén a tengerből nyernek, amihez külön végzettség kell, szakképesítés, és csak az a szakács végezheti el ennek a elkészítését, mert hogyha rossz kezek közé kerül a hal, akkor bizony nagyon rossz kimenetele lehet ennek az étkezésre. Ugye a legalapvetőbb élelmiszerük a rizs. Nagyon fontos táplálékuk, akár reggelire, tehát vacsorára, mindig ott van az asztalon, nagyon finom, ehető az ételük. Ugye akkor ott van a kagyló, akkor ott van a rák, a languszta, ott van a polip, de azért vannak egyéb más készítményeik, amik ugye európai magyar ember révén nehezen ehető, őszintén bevallom. De azért meg lehet ezzel az étrenddel is barátkozni, lefogyni nem fogunk tőle fogyni, megszokjuk és megesszük ezeket is, alapjelvében nagyon finom. Vihar Judit elnökasszony tartott többször is Gyulán is, Békés Saván is, mert közös munkákat, előadásokat végeztünk, szerveztünk, és ő neki van egy nagyon érdekes előadása a japán gasztronómiáról, aki ez irányba akar mélyebben úgy, tehát elmélyülni. Nagyon-nagyon ajánlom, és hallgassák meg ezt az előadást, hogyha a budapesti japán napok keretében, vagy egyéb előadás sorozat keretében lesz rá lehetőség. Egyszer egyébként itt Hajdunánáson nekünk volt szerencsék Vihar Juditnak egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen nagyon leszűkített gasztronómiai kis előadását meghallgatni, hiszen bár erről már felvétel előtt beszélgettünk, Juditnak az édesapja hajdunánási születésű, tehát nekünk ilyen kötődésünk van Vihar Judithoz, és hát ő természetesen hozott igazi zöld teát, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon finom ital, és tényleg, tehát nem is lehet hasonlítani ahhoz a zöld teához, amit mondjuk itthon lehet akármilyen formában is kapni. És visszatérve arra a bizonyos halra, én nem tudnám most a nevét megmondani. Fubu. De én ha jól emlékszem, azt hiszem Fubunak hívják. Fubu. Hogy, tehát tényleg egy kriminek az alapja például ez volt. Tehát igen. Ezzel igen. Gyilkolták meg azt a bizonyos illetőt, hogy, és hát szinte nem is lehetett kimutatni. Igen, hát érdekes. Erre a halfajtára nagyon odafigyelnek a japán étterem, meg nagyon drága étel. Én saját magam nem ettem.
de nagyon drága ételről van szó, és nagyon nagy szakértéssel kell elkészíteni, meg hát valószínűleg készítik is el. A japán művészet azt hiszem, hogy szintén világhírű. Például az irodalomban a haikuk, vagy például ugye a kaligráfia, a hagyományos, tradicionális írásművészet tulajdonképpen. Igen. Ezekből is gondolom múzeumokban itt-ott azért csak megfordult. Kikerülhetetlen, tudod? Igen, mondjuk a kaligráfia. Tehát Kyotóban találkoztam olyannal, hogy ugye ott a különböző templomok területén belül a szerzetesek ugye gyakorolják, ezt készítik. Saját szememmel láttam, hogy miért, hogy mennyire művészi módon el tudják ezt készíteni. Tehát én nem tudok japánul. Habár meg kellett volna már azóta tanulnom, valahogy mindig elmentem emellett a téma mellett, talán azért, mert környezetemben nagyon sok magyar ember van, ismerősöm, aki tud japánul, japánok közül nagyon sokan vannak, akik tudnak magyarul, és tehát nem ismerem a japán nyelvet, de mindig csodálata, aki ért hozzám, mindig csodálattal említi ezt a művészeti ágat. Még a művészeteknél kiemelném azt, tetszik tudni nekem veszőparipám a gésáknak a művészete. Igen. Mondjuk kaligráfiával ők nem foglalkoztak, ugye kommunikációval foglalkoztak, tehát verseltek, énekeltek, táncoltak, zenéltek. És az, hogy ilyen szinten megmaradtak még ezek a hagyományos művészeti értékek, halatlan nagy szerepük van a gésáknak. Igen, és ugye tehát az írásművészet, a szépírás művészete mellett azt gondolom, hogy a harcművészet, és nem véletlenül mondják harcművészetnek. Igen. Az is egy hihetetlenül hagyományos dolog. Ez nem tudnám megmondani, én nem vagyok ebben szakértő, hogy mely korszakra vezethető vissza, de azt gondolom, hogy a szamurájokról, meg a nindzsákról mindenki hallott. Igen. És rengeteg filmet lehetett látni, olvasni. Ezzel kapcsolatban bemutatókat, hasonló dolgokat látott-e? Vagy például ugye a botvívás, a kendo? Igen, természetesen. Azért visszatérnék a japán középkorban. Legfőképpen ugye az Edo korszakban, illetve előtte, amikor egy nagyon kemény társadalom kezdett kialakulni Japánban. Ott az egy nagyon kemény japán középkor volt. De én mindig erre azt mondom, ugye, hogy teher alatt nő a pálma. Az igazi művészetek ekkor kezdtek kinyílni, kialakulni, mert olyan életérzések alakultak ki az emberekbe, hogy ez egy kis mencsvár volt nekik, és ugye nagyon sok hagyományos művészeti ág onnan fejlődött tovább. És tetszett kérdezni ezekre a harci sportokra, tehát a szamurájuk. Láttam ilyen bemutatókat. Noborbecuben, Hokkaido Szaporótól délnyugatra van egy nagyon tündéri kis üdülőváros, tele onszennel, fürdővel, és van ott található egy skanzen magyar kifejezéssel, tehát egy ilyen bemutató, ami a Edo korszakot mutatja be. És ugye a gésákról is tartanak bemutatót, oiranokról, akik ugye a gésáknak a ellentetje volt a másik oldal. Tartanak nindzsákról is bemutatót. Amit filmekben hajlandó lettem volna, meg hajlandó voltam ott akkor elhinni azt, hogy amit filmekben látunk akrobatikus jelenteket, hogy az igaz. Mert tehát élőben láttam ezt saját szememmel. Annyira látványos volt. Tehát ezeket is nagyon szépen őrzik, ezeket a hagyományokat, meg ugyebár minden munkahelyen gyakorolják ezeket, kentóznak vagy karatéznak. A főnökkel ugye a beosztott nagyon sok esetben nem csak kocsmázni jár, meg ide-oda-amoda, ahogy ugye a plegykákból lehetett ott kint hallani, hanem előírják azt, vagy egyetemen diák, vagy oktató az illető, hogy szépen főnökkel el kell menni kendózni, vagy karatézni, vagy egy-egy szumó versenyre ide-oda-almoda. Tehát élő, naponta megjelenő események. Említette a szumót, tehát ez is egy ilyen
hatalmas nagy emberek. Igen. Birkozó. Hát párja nincsen, a világon, ugye ezek. Ennek a sportágnak. Tehát én ezeknek a sportágoknak a technikai hátterét nem ismerem, viszont nagyon látványosak. Mi amikor térségben, lakóhelyemben vagy térségünkben szervezünk japán napokat, akkor soha nem hagyjuk ki ugye ezen sportágok bemutatását, és akik benne vannak, csinálják, nagy-nagy szeretettel mutatják be itt az ottani helyi közönségnek, vagy ahol éppen meghívják őket. Én hiszek ebben, hogy mivel hatalmas a érdeklődés Magyarországon a japán kultúra iránt, hogy egyre több és több helyre el tudjuk vinni ezeket a képeket, ezeket a mondatokat, szavakat, és akkor egy olyan kultúra, egy hitvilág felé tudjuk orientálni a fiatalokat, középkorú vagy idősebb embereket, ami érték lesz, maradandó érték lesz számukra. Japánról, tehát ugye a japán csodáról, ugye ez a 20. század közepe második fele, amikor óriási virágzásnak, fejlődésnek indult a japán gazdaság, de ugyanakkor azt is hallottuk, tehát ugye ez is egy másodforrás, hogy az emberek életmódja olyan, tehát, hogy hihetetlenül sokat dolgoznak, és minden zokszó nélkül, tehát ők ezt fontosnak érezték, vagy érzik, hogy úgy teljesítsenek, hogy a legjobb legyen, és hogy a munkaidő nem tudom, hogy hány óra, de ugye ez nem volt probléma, tehát valahogy ezt így sikerült nekik. Ebből ön mit tapasztalták mondjuk itt a 21. század elején? Hát igen, azt ez tapasztaltam, ugye, igen, hát a szombat az munkanap, akkor a reggeltől késő estig dolgoznak, rendkívül leterheltek. Nagyon meg kell, hogy becsüljék a munkájukat, meg is becsülik. Ugye a recesszió időszakában kezdetén voltam én is kint, sajnos valamennyire még most is tart. Nagyon megérintette a japán munkavállalókat a válság időszaka, ezért minden szabályt betartanak, meg egyébként ők a hitük, egyébként is a hitükből fakadóan. És a japánok tulajdonképpen ennek köszönhetik ugye a gazdagságukat, szorgalmukat. Maga a japán csoda nem ebben rejlik. A japán csoda tulajdonképpen abban rejlik, ez megint egy japán pletykén, Japánban hallottam, hogy amerikai katonák ugye kint voltak, vagy nem is, hogy a amerikaiak ugye, amikor kezdték látni, hogy Japán egyre iparosodik, felfejlődik, és kicsit rosszalóan nézve ezt a japán fejlődést vetették oda a japánok, hogy mi ez a japán csoda. Tehát én így hallottam a japánoktól, hogy kicsikét olyan ledegradáló jelleggel az amerikaiak mondták Japánra. Csak ugye mi Európában pont a fordítottját értelmeztük az egészből. De nem is baj, mert nekünk tényleg igen. Csodaként jelent meg, mert amit tulajdonképpen a második világháborús Japán akkor tett az országáért, ugye, és ez az ország már azóta is többször bebizonyította, hogy sokat tud tenni a létezéséért, azt tényleg megtették szorgalommal, becsülettel. Most, hogyha a második világháborút említette, azt gondolom, hogy szintén ugye ide kapcsolódó dolog a kamikázéknak a dolga esete, tehát, hogy az nem is tudom, hogy milyen kifejezés jó rá, amikor tehát mindenféle fajta gondolkodás nélkül alávetik magukat annak a vezetői utasításnak, hogy ha kell, akkor rávezetik a gépüket egy hadihajóra, vagy éppen akármilyen katonai alakulatra, és hát végül is öngyilkos merényletet hajtanak végre. Hát igen, a mai világban erről ilyen értelemben éppen nem érdemes beszélni, de igen, párhuzamot nem vonunk, ugye. Tulajdonképpen ugye a japán császár iránti hűségből fakad. A kamikaze ugye a mongol hadsereg, ugye, amikor meg akarták támadni Japánt, akkor a isteni szél elfújta, és azóta se történt semmi. Tehát isteni szél, tulajdonképpen én arra vezetem ezt vissza, ezt a elszántságot, hogy a uralkodójuk iránti hűség, meg a feljebb való, felett
a feljebb valójuk iránti engedelmesség. Tehát ez is egyfajta ilyen ázsiai mentalitás? Igen, ez egy tipikus japán mentalitás. Ez a mindennapi életben is megvan, ugye, amikor férj és feleség kapcsolatában is tetten érhető az, hogy a feleség a férjnek, ugye, hogy engedelmeskedik az ajtón, ugye, mindig a férfi ment ki előre, tehát az asszony utána. Habár a pénzt mindig az asszony kezelte. Ez tehát, általában mindenhol így van. Így van. Magyarok, igen, tetszik látni. A magyarok meg a japánok ebben hasonlítanak. Ha már itt a beszélgetésünk végén, mennyire ugye elterjedt egy időben az, hogy mi valamilyen szinten rokon népek vagyunk. Hát ugye nehezen hihető, de ott Japánban ez valóban egy létező felfogás? Igen, létező. Én hallottam kint azt, meg hát tudom is, hogy kint oktatják is a rokonságot. Igen. Ugye a történelemkutatások során. Japán kutató volt az, aki be is bizonyította ezt a fajta rokonságot. Nem tisztem erről beszélgetni, én csak mint érdeklődő, amit hallottam kint, ezekről mondok néhány gondolatot, mondatot. Meg ahogyan viszonyulnak ugye a magyarokhoz. Tehát nem tudták rólam, hogy én magyar vagyok. Ahogy megálltam akár Hiroshima-ban, vagy Szaporóban, Hokkaidó szigetén, mindenhol örültek, és tudták, hogy ugye Magyarország hol van, emlegették is a rokonságot. Nyelvészek, történelemtudósok valószínűleg ezen jobban elmélyültek, és többet tudnának beszélni erről a kapcsolati rendszerről. Én hiszek benne, meg nagyon sok ismerősöm is hisz ebben a kapcsolatban, hogy van rokonság. Kodály módszer az első volt éppen, ugye, aki alkalmazta, átvette sikerrel. Ugye a kisiskolások művészeti oktatásánál nagy-nagy szerepet játszott. A japánok mindig nyitottak a magyar értékek iránt. Valószínűleg ez is benne lehet. Ugye a művészetek terén is nagyon-nagyon szoros kapcsolat van, tehát ugye a hagyományos japán színházművészet kabuki, tehát tényleg óriási dolgok vannak, és a magyarok is fogékonyak erre. Hát ugye erre nagyon jó példa, hogy a Hajdú-Bihar megye, Debrecen, és hát Hajdú Nános is már évek óta ápolja ezt a japán napokat. Ugye kezdetben cseresznye virágzás címen futott ez az egész, és akkor még tényleg csak egy nagyon rövid kérdés, hogy ön éppen akkoriban járt, vagy pedig más időszakban, amikor virágzott? Én más időszakban, ősszel, akkor nem igen, ősszel, tehát most van cseresznye virágzás, ez igen. Is így földrajzilag lehatárolt, mert ugye kezdődik délen és nyugaton, és ahogy a időjárás kienged melegszik, akkor vonul egyre feljebb és feljebb. Ez egy külön program a japán emberek számára, komoly belföldi idegenforgalmat, forgalma hozadéka, meg komoly külföldi idegenforgalom. És én ősszel voltam, de akkor is felbecsülhetetlen látvány, például egy őszi szaporói környék, vagy a Miyajima szigetén aranysárgáló leveleket látni. Gyönyörű vidék. Én azt tudom csak javasolni, hogyha az előadásommal úgy felkeltem egy-egy fiatalnak az érdeklődését. Érdeklődjön az ország kultúrája iránt, érdeklődjön, és hát ha egyszer lesz lehetősége majd kijutni ebbe a káprázatosan szép országba. Valószínű, hogy valakiknek minden bizonnyal sikerül, bár nem egyszerű, tehát egyrészt a távolság, másrészt pedig elég költséges, de hát azt gondolom, hogy akinek erre módja van, az tényleg tegye meg, mert tényleg gyönyörűség, tehát mert amiket csak képeken látok. Hankor, nagyon szépen köszönöm ezt a kis rövid beszélgetést, tájékozódást Japánról, és én azt gondolom, hogy a képek alapján is sokan kedvet kaphatnak majd, hogy ha nem is gyakorlatban, de mindenféleképpen könyvek, filmek alapján még igen. Közelebb kerüljenek Japánhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.